Na hát akkor sziasztok, ilyen videóm se volt még, de most majd lesz, ez egy kis alapszintű Photoshop ismeret lesz én nagyjából. Most főleg ugye, hogy nemrég kaptam ezt a képet Facebookon, hogy a igazából ez a retusálásról fog szólni most így hirtelen. Tehát akkor majd egyszerűbb, ha megmutatom, mint elmagyarázni, hogy tehát ugye, hogy itt a vasutas ki kéne szedni a képből, mert ugye szépbe, tehát mutatom, mit csináltam. Tehát van itt ez a gyors kijelölés, de ez a adáspárc, ez úgy is ez a palacsinta tésztás, ugye, hogy mindig ugye így terjeszkedik, tehát tényleg ez a szétfolyó, mint a palacsinta tészta, de most ez egy picit sok volt már. Ez így nagyjából jó, és akkor hogyha el kell venni belőle, akkor itt, hogyha megnyom az altot, és így nyomva tartom, ez így a baloldali alt lesz. Akkor, mint látjátok, most is így kijelölést elszűkíteni, tehát viszont itt nagyon sok. Tehát így a legegyszerűbb, egyébként körbe lehet vágni a normál kijelöléssel is, de így talán gyorsabb, hogyha ezt a palacsintatésztás verziót csinálom. Tehát mondjuk, hogy ez így nagyjából jó, hát most így nem a tökéletességre törekszünk, csak a gyors munkára, és akkor hát most ez egy magyar Photoshop sajnos, egyébként az angol sokkal jobb. Mármint a szakszavakat legalábbis, tehát itt az vagy egy kitöltés. És akkor azt mondod, hogy igazából a normál kitöltés az nekünk tökéletes, és akkor azt mondja, hogy oké, akkor így viszonylag jól le is szedte. Tehát nyomok egy Ctrl D-t, hogy kijelölést megszüntessem. És akkor a Constamp-el még lehet utólag egy picit módosítani. Tehát ez a megnyom az altot, és onnan a képpont mintát veszem, és klik. Hát ez a kitölti. Tehát itt látjátok, hogy alttal mintát venni. És akkor ugye minél gyakrabban veszel mintát, annál jobb lesz az eredmény. Na most nem a tökéletességre törekszünk, csak így nagy vonalakba. Itt ugyanez. És akkor így szépen így körbe itt, ahol nem tudta rendesen megcsinálni. Rá is lehet így a Ctrl plusz meg a mínusz gombokkal nagyítani. Ugye ott is látszik ott a láthatósági mellénynek nagyon a nyoma. És akkor viszont így már annyira nem látszik. Hát azért, hogyha valaki jobban megnézi, észre fogja venni, hogy hoppá van. Ajjaj. Igen, tehát ilyen van. Tehát így jó, persze, hogyha most tudod, mit kell keresni, észreveszed nyilván meg. Ugye azért ott is nagyon ott azért látszik, tehát nem tudod tökéletes, de eleve a kép minősége se volt az. Jó, nem mondom, hogy kiküldte át, mert nem biztos, hogy adulna neki, de meg nem is lényeges igazából. Hát ez a ennyi, hogy Photoshoppal szedjem ki. De igazából így most már nem is fog látszani annyira, tehát jó, mondjuk persze most így, hogy tudod, hogy mit kell keresni, meg nyilván aki egy kicsit profibb, meg nem ma kezdte, az észre fogja venni, hogy onnan viszont így kevésbé zavaró, mint ha ott lenne. De hát igazából a hatás ennyi. Még itt ugye megnézitek itt a kép szélét, még ugye itt is vannak emberek, akiket ugyanezzel a módszerrel szintén ki lehetne retusálni. Sőt, és itt még kicsit egyszerűbb is, mert jó homogén a háttér. Legalábbis jobban. Tehát mondjuk így esetleg. Vagy hát akkor mindegy, ha azt is benne hagyjuk. És ez így egész jól tud. Hát mondjuk itt azért nem annyira dolgozott jól. De egyébként ez így működik. Aztán meg, ja, akkor mutassuk a hagyományos módszert is. Ja, nincs annyi undó benne. Ja, elvittem innen a történetlapot.
visszahozzuk ezt, amikor még ez nem volt, hogy na, meg mész oda-vissza, és akkor nyomunk egy deselectet, és akkor van itt ez a hagyományos módszer is, hogy ugye fogod a lasszót, és így szépen körbevágod. Ez a másik kijelölési módszer. Hát most igen, itt ugye precízen végig követve ez még lehet, hogy jobb is, de ugyanúgy nem fog itt sem működni ez a kitöltőm. Ez homogén háttér előtt ez a legegyszerűbb megoldás, csak hát nem mindig sikerül, meg nem mindig jó. Viszont a hagyományos módszer az itt is működik, hogy clone stamp, veszünk mintát a képből, mondjuk itt, és így szépen elkezdjük így kicsit rádolgozni. És előbb-utóbb ez így meg lesz. Tehát így is szépen haladva meg lehet ezt csinálni, csak hát... Hát most így... gyorsabban dolgozunk, de... Egyébként vételkezeléssel lehet ezt jobban is csinálni, hogyha ugyanabból a szögből ugyanazokkal a beállításokkal, miután kiment a zavaró elem a képből, csinálsz még egyet, egy ugyanolyan képet onnan, és akkor maszkolással is meg lehet csinálni a két képet egymásra húzni. Itt a, ugye a rétegkezelésnél működhet ez. Két ugyanolyan kép mondjuk, és kijelölni a maszkot, hogy azt hagyja békén. És úgy kiladírozni a ladír eszköztára. Tehát van nekünk egy ilyenünk is. Hát jó, igen, csak na, vigyük egy kicsit kisebbre. Na, nem, vigyük kisebbre. Anyádat. Tehát ez úgy hívják, hogy ladír eszköztár. Ez igazából semmit más nem csinál, csak ugye a képből kitörölt dolgokat. Viszont ha van mögötte még egy, és ugye nem, és átlátszó a réteg, akkor ugye egyszerűen akkor így fogod és körbe ladírozod. És akkor a háttér meg ott fog maradni. De ezt most nem tudom hirtelen megmutatni, mert ilyen képen most nincsen, ahol ezt meg, ahol ezt jól tudom szemléltetni. De egyébként ez de így a legegyszerűbb kiszedni. Csak hát ez két kép kell. Annyi, hogy megvárod, még kimászik a képből valaki, és csinálsz még egyet ugyanilyen váltásokkal. És akkor a háttér ott megvan. Nem fog elveszni. Hát akkor röviden is tömödne még ennyi. Esetleg még azt megmutatom, hogyha már behívtam a Photoshopot, mondjuk azt nem tudom, hogyha mint tudom. De keresek egy... Jaj, nem. Van nekem olyan képen, a mindegy. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk itt látszana a mozdai vezető is, és nem szeretnéd, hogy látszódjon, tehát mondjuk kiket akar, akkor sem egy lasszóval körbevágod, és van itt egy ilyen dolog, hogy képpontosítás. Ez kristályosítás, és akkor ez pont erre való, hogy... És akkor így ugye... lehet ilyen kikockázni, kisötétíteni, ilyeneket itt lehet megcsinálni. Tehát, hogyha mondjuk ott lett volna az arca, akkor az arcát körbevágod, meg esetleg ugye az alakját, hogy legyen felismerhető, és így képpontosítod. Például a szűrőknél azért vannak ilyen dolgok, hogy... És akkor ezzel... Vagy életleníted, és akkor tehát, hogy ne lehessen felismerni. De például mutatok ilyet is, hogy például azt mondod, hogy lencse volt. Ez szokott még működni. Ja, mondjuk ez nem. Ez pont nem, mert ez másra való, de például bemozdulás az erre lehet jó. Mert így szépen így elcsúszva, vagy így elmaszkírozza, hogy ne lehessen felismerni. Vagy egyszerűen a primitív módszer az, hogy ráteszed egy fekete kockát, de hát az ugye elég hülyén néz ki a képen. Szóval van itt erre rengeteg módszer. Ki melyiket szereti, ugye? Hát meg ezért itt mindenféle filterek vannak, tehát amiket azért
Ja, tehát ez a rászkódás csökkentés, az még pont ezen a képen fog segíteni. Itt inkább az ajszűrés segítene, mert ugye valószínűleg magas izóval csinálták, és azért képzajos, de azt itt szerintem a Photoshopban azt annyira nem tudom, hogy mennyire. Van egy zajcsökkentése. De azt én Lightroom-ba szoktam az ilyet csinálni. Hát ezek itt a csúszkákkal lehet játszani, és az előnézetben meg ugye az eredmény látszik ide-oda. Ja, csak ja, tényleg ki van jelölve az egész, akkor így. Így ez nem fog segíteni. Mert akkor az egészen kell dolgozni. Hát jó, mondjuk húzzunk fel mindent maxra, és akkor nézzük meg, hogy mennyi zajt szed le róla. Hát... nem sokkal jobb az eredmény. Ebbe a Lightroom szerintem jobb. Én azzal szoktam csinálni, de azt most nem mutatom meg, mert ahhoz az el kéne indítani. Majd egyszer talán Lightroom-ból is csinálok. De a magas izó általi képzajból a Lightroom jobb. Azt én inkább ott csinálom. Na mindegy, ennyi legyen is elég szerintem, amit akartam, elmondtam így gyorsan. Jó, na most nem mentjük el. De jó, akkor ez ennyi volt, ez egy kis rögtön, ez a Photoshop oktatás volt. Sziasztok!